A Sandra Hotel melletti épületben laknak majd azok a hallgatók, akik a 8 újonnan felépülő börtönben fognak dolgozni. Az épületben jelenleg is zajlanak a felújítási munkálatok, annak érdekében, hogy jövő januárra minden feltétel adott legyen az oktatás elindítására. A büntetés végrehajtási intézetek zsúfoltsága miatt indított börtönépítési programban 600 férőhellyel bővül a hazai börtönök kapacitása, és több mint 2000 új dolgozóra lesz szükség. A toborzás jelenleg is tart. A toborzó irodákban eddig több mint 4200 önéletrajzot fogadtak be, és megkezdődik a személyi állomány kiválasztása, valamint képzése is. Jelen pillanatban a képzési rendszerünk 6,5 hónapos, felügyelőket képzünk a börtönökbe, és várhatóan egy 2000-2500 fő képzése fog megtörténni a 2018-as év közepéig, mire a börtönök elkészülnek. Jelen pillanatban oktatási központunk Budapesten működik, ennek a központnak azonban a kapacitása ekkora létszámú képzésre nem elég, ezért döntött úgy az országos parancsnokság vezetése, hogy ebben a régióban találjunk megfelelő képzési helyet ahhoz, hogy a nagyobb arányú és nagyobb létszámú képzést, és mondhatom, hogy akár költségtakarékossági szempontokból is ebben a régióban valósuljon meg. A nyíregyházi kampuszon fél évente 306 hallgató kezdhetné meg a képzést, másfél év alatt tehát csaknem 1000 embert képeznének ki. A Nyíregyházi Egyetem az Országos Büntetés Végrehajtási Parancsnoksággal kötött együttműködési megállapodás alapján helyszínt fog biztosítani 2017. január 8-ától vélhetően másfél éves időtartamra. Erre az időtartam alatt a kollégiumunkban közel 305 fő részére szállás elhelyezést fogunk biztosítani, tantermeket, illetve szeminárium és előadó termeket az oktatók oktatásra és az oktatók számára. A képzéseket tartó 15 fős oktatói állományt már felvette a büntetés végrehajtás.